Nagyon sokféle aggodalom terhel minket. De igazából nem tudjuk, hogy mitől féljünk, legjobb lenne semmitől se félni. De mi történhet akkor, hogyha csak a jelenlegi helyzettel kalkulálunk, és Európa gazdasága netán, hát hogy mondjam, botladozni kezd. Ránk nézve ez mit jelenthet? Hát kezdjük akkor a félelem nem félelemmel. Szerintem nem az a bátor ember, aki egyáltalán nem fél. Tehát a félelem motivál. Na most attól függ, hogy milyen a mértéke. Ha a félelem eluralkodik rajtam és nem tettekre sarkal, akkor vége. Ha a félelem tettekre sarkal, akkor megjönnek a megoldások. Hála Isten, az elmúlt 11 néhány évben inkább azt mondhatjuk, hogy persze volt mindig mitől tartani, ajaj, de mennyi. Azt mindig valamit kitaláltunk. Ugye azért vagyunk ott, azért van ott a kormány, és hála Isten már jó népünk nagy része is így gondolkodik, mikrokörnyezetében, családjában, cégében, itt-ott, hogy na mi a teendő, plusz az egész összhangzattan jó. Ugye a történelmileg baloldalnak, inkább most már globalistánk nevezett brigádnak, meg az a lényeg, minél jobban összekavarja a szálakat. Veszítse össze fiatalt az öreggel, asszonyt a férjével, magyart a mit tudom én kivel, például most a lengyeleket, de jó lenne összeveszni, stb. És akkor, ahogy én jó apám szoktam mondani, a zavarosba könnyű halászni. Na hát ez hála Isten, ez a szentiment Magyarországon megváltozott, és azt mondanám, ez a választás, erre már rámélem mondani, egy nagy nemzeti egység jött létre, nem várt öröm. Nem vártuk annyira, ugye? Mert féltünk, de miután féltünk, cselekedtünk. Már cselekedett az is, aki azt mondja, hát inkább ez még mindig, mert azok micsoda hülyeséget összehordanak. Hát inkább, szóval azért mondom, a félelem az nem biztos, hogy nem emberi, nagyon is emberi, de ha tudom kontrollálni, és egyfajta, mondjuk az fűtőanyaggá átkonvertálni, akkor hasznos. Hát a fűtőanyag az pont most aktuális kérdés, de egyelőre mi úgy tűnik, hogy jól állunk ezen a területen. Viszont valóban az történhet, hogy a nyugati, úgynevezett nyugati államok nagy-nagy politikai butasága következtében Európa nehéz helyzetbe kerül, és mi is tagjai vagyunk az Európai Uniónak. Tehát mi fog történni? Ugyanaz, ami Ukrajna és Magyarország között, hogy bár sérteget Ukrajna, de azért követeli, hogy segítsünk. Az Európai Unió is ránk száll, de azért egy ilyen helyzetben elvárná, hogy segítsünk, amit persze megtehetünk, vagy nem. Hát a legkevesebb, amit erről mondhatunk, hogy nagyon ellentmondásosak a helyzetek, de hát éppen erről van szó, hogy a találékonyságnak az a lényege, meg a mindenféle bajtól történő félelemnek, hogy ezekre a helyzetekre is találunk megoldást. Például, most mondok egy aktuális példát, az oroszok azt mondták, hogy akkor rubelbe fizessenek a számlákért, mert mindenki azt hitte, hogy hülyék, most ez egy szórakozás. Nem! Az oroszok részére egy nagyon racionális dolog, nem csak szimbolikus üzenete, vagy az én pénzem is játszik, gyakorlati üzenete van. Mert eddig begyűjtötték a dollárt meg az eurót, azt betették bankokba, amit ugye szépen lefoglalt a nyugat. Most azt csinálják, hogy azokat a pénzeket először átváltják rubelre, a rubel árfolyama javul, az orosz infláció ellen védekeznek, ez egy nagyon pozitív dolog, de a dollár is náluk marad. Tehát ez egy nagyon ügyes közgazdasági húzás. Azért mondom, hogy mindig van kabát is, de gomb is, tű is, és célra is, csak nem biztos, hogy a feltételeket az aktuális politika össze akarja, vagy össze tudja hozni. Ugye, nálunk azért az akarattal sincs különösebb baj, meg a tudással sincs különösebb baj, ráadásul a megértés is most már úgy tűnik, hogy elég jó szinten áll. Miniszterelnök úr ma jelentette be, hogy marad az árstopp július 1-ig. Közgazdás szemmel nézve, mit szól azokhoz a
DK-s és egyéb véleményekhez, hogy meg kell szüntetni az üzemanyagástopot, meg kell szüntetni az élelmiszer alacsony áfáját, holott ők követelték még nemrég. Mit szól ahhoz, hogy a rezsicsökkentést abba kell hagyni? Szóval úgy tűnik, hogy mindazt követelik, ami nekünk nem jó. De hát azért mondtam én, hogy szálljunk már erről a jobb meg a bal felosztásra, ennek már semmi értelme, a történelem ezen túl alatt. Azok, akik ezt mondják, azok nem a magyar érdekek, hanem a globális érdekek szerint működnek, és azok szerint, vagy oda vannak bekötve, ahogy így mondani szoktuk, nekik ez a meséjük, ez a valami. Hát ugye még hogy mondjam, fogalmi dolgokkal is bajban vannak, mert ugye amikor a volt miniszterelnök jelöltjük azt mondta, hogy hát ha NATO azt mondja, hogy kér fegyvert, katonát, akkor mi igen? Hát nem úgy van a döntés, bocs. A NATO-ban és az Európai Unióban is konszenzusos döntések vannak. A NATO különféle akciói is nem azt jelentett, hogy az egész csapat együtt vonul, hanem például volt, hogy Afganisztánba is bement, és akkor a németek csatlakoztak, még adtok egy csapattestet. A máskor Irakban a lengyelek tették be magukat, stb. Tehát nem úgy van, tehát az Európai Unióban se úgy van konszenzusos döntés. Tehát ez nagy, tehát gyakorlatilag ezzel nekünk élni kell, természetesen nem visszaélni, de élni mindenképpen. Hát például itt vannak ezek a mindenféle szankciós ügyek. Hát mi egyszerűen a saját kinyírásunk esetén, hát arra nem szavazhatunk, hogy olajat se veszünk az oroszoktól, meg gáz se veszünk, azt idehozza nekünk valaki, a von Leyen betalacskája ide, vagy mi lesz? Hát ugye körülbelül 3-4 napon belül kellene korlátozni az üzemek működését, elcsapnák az embereket, mert nem lehet annyi embert fizetni a költségvetésből, közmunkával se lehetne győzni. Ne kérjenek olyat, hogy mi azért öngyilkolászok le magunkat, mert valakinek, aki még ráadásul nem is az Európai Unió, hanem a világ pénzügyi hatalma, az lenne az érdeke, hogy most az oroszokat kifektessük, Putyintonét kipenderítsenek, őt meg az egész kupacnak a tetejére üljenek. Hát ezt olyan felfogják itt a magyar vezetés elég rendesen. Olyan a gazdaság a világon mindenütt, mint egy kártyavár. Ha a tetejéről szedegetjük le a kártyákat, és ügyesen csináljuk, akkor még nincs baj. De ez az embargós politika, amit éppen említett, ez kihúzná a középső alapot, vagyis úgy dőlne össze az egész rendszer, ahogy van. Ezzel nem vitatkozunk, ez így van, de azért tulajdonképpen azért a kártyavár hasonlat is egy kicsit sántít, mert mindenkinek van egy kártyavára, nekünk is van egy kártyavárunk, ha mi is kihúznánk ezt, akkor mi is összetölnénk. De sajnos a mi kártyavárunk összefügg még 28 másik kártyavárral, ha ottan bajok vannak, mi se ússzuk meg teljesen szárazon, de már tudjuk, hogy abból baj lesz, megpróbálunk rá fölkészülni, félünk, tehát cselekszünk.